A tervek szerint szeptember végére elkészül a laborkomplexum az Eötvös József gimnáziumban. A 200 millió forintot jócskán meghaladó pályázat keretében két labort is felújítanak a hozzátartozó tanárival és előkészítő szobával együtt, ahol a berendezés is megújul, így nem csak szép, hanem modern körülmények között tanulhatnak majd a diákok. A pályázat része volt egy lift kialakítása, valamint a tananyagfejlesztés is. Ami biztos, hogy októberben a munka az elkezdődhet itt a laborokba. Úgyhogy most már tényleg láthatjuk, hogy a munkafolyamatok nagyon intenzíven, jó ütemben haladnak. Még az eszközök hiányoznak, a berendezések hiányoznak, de hát az is készen van, már csak a szállításra vár, úgyhogy szeptemberben minden lezajlik, és bízom benne, hogy amikor a labor átadó lesz október elején, akkor mindenki megelégedésére szolgál majd, hogy milyen modern, jól felszerelt és a tanulást segítő új létesítménnyel gazdagodott a város, a kistérség, illetve természetesen az Eötvös József gimnázium. A munka nagy része már elkészült, mondhatni, most már az utolsó simításokat végzik a helyiségeken, hogy minél hamarabb birtokba vehessék őket a diákok. Ez két 36 fő befogadására alkalmas, természettudományos, oktatást segítő, kísérletezést biztosító labor. Az egyik teremben vagyunk most. Ehhez emellett kiszolgáló helyiségek, vegyszerraktár, előkészítő terem, természetesen az oktatóknak egy tanári szoba, illetve az érkező általános iskolásoknak egy várakozó folyosó öltözőszekrényekkel, illetve az akadálymentesítést biztosító lift is elkészül erre az időpontra, hiszen ez a laborkomplexum a második emeleten van, hogy mindenkinek biztosíthassuk azt, hogy részt vehet az itteni oktatásokon, ezért a szükséges lift is elkészül. A programban az Eötvös József gimnázium mellett 11 partneriskola is részese lesz a természettudományos oktatásnak, hiszen minden általános és középiskolának szüksége lenne egy ilyen lehetőségre, ahol a gyerekek nem csak tankönyvből tanulhatnak, hanem saját maguk is megtapasztalhatják a természettudományos, biológiai és kémiai folyamatokat.